Ebben a mérésben a pénzszervé szorzat állandóságát fogjuk bizonyítani. Ehhez szükségünk lesz egy nyomásmérőre, a Novalink nyomásmérőjét használjuk, ez 0-tól 700 kilopaszkálig képes mérni. A térfogat, amelyben a nyomást vizsgáljuk, a fecskendő lesz. Eredetileg 30 milliliterre állítom, letállítottam, ezt a továbbiakban 40, illetve 50 mm-re tágítom, majd 25, illetve 20 mm-re összenyomom. A mérőprogramra nyilván szükség lesz, de előtte, mielőtt indítanám, összekapcsolom a két rendszert. Tehát 30 ml, normál légköri nyomás, indítom a programot. Megnövelem 40 ml-rel, aztán 50 ml-rel, most összenyomom 25 ml-rel, majd tovább sűrítem 20 ml-rel, 20 ml-ig a levegőt, összenyomom 20 ml-rel. A mérés befejeződött, következik a kiértékelés. Nézzük először a diagramot, amit a nyomásmérő produkált. Nyilvánvaló egyenletlenségek lesznek rajta, de jó kivehető, hogy mikor melyik térfogaton volt a gáz. Melyik térfogathoz milyen nyomásérték tartozik, ezt a erről a diagramról fogjuk leolvasni.